Az Arany János programról már több intézménynél hallhattak önök is többet. Most itt vagyunk az Első Béla Gimnázium, Szekszárdi Első Béla Gimnázium kollégiumának a standjánál, ahol is fut az Arany János kollégiumi program. Mindenről pedig a kollégiumról és a programról Szügyi Hajnalkát kollégiumvezetőt kérdezem. Akkor arra kérnélek, Hajnalk, hogy előbb mutass be nekünk a kollégiumot, kiket vártok ide? A Szekszárdi Első Béla Gimnázium kollégiumában minden Szekszárdon tanuló középiskolás, illetve általános iskolás tanulót várunk, aki tanulói jogviszonyban van. 3-4 ágyas szobákban várjuk őket, fiúkat, lányokat vegyesen. Van 2 informatika termünk, könyvtárunk, tanulószobáink, folyamatosan újítjuk fel a kollégiumot annak érdekében, hogy mindent sikeresen tudjunk biztosítani a tanuláshoz és a délutáni és esti kikapcsolódáshoz a tanulóknak. A kollégium rendje megegyezik más kollégiumok rendjével? Tehát tanulóidő, esti kijárás, ilyesmikre gondolok. Igen, tehát a kollégiumokban is vannak kötelező tanítási foglalkozások, ez heti 15 óra a kollégiumokban törvényesen, ebből 12 óra nálunk kötelező tanulószobai foglalkozás, amit, hogyha a tanuló olyan tanulmányi eredményt ér el, tehát 4 egész fölötti eredményt, akkor a szobájában is töltet, illetve az informatika teremben, tanári felügyelet mellett, és ezen felül van csoportvezetői foglalkozás, tematikus csoportfoglalkozás, illetve egy szakkört kell kötelezően választani, és ugyanúgy van általános délutáni kimenő, illetve este pedig kimenő kártyával, csoportvezetői engedéllyel, illetve szülői engedéllyel lehet elhagyni a kollégiumot. Az Arany János kollégiumi programról mit lehet, mit érdemes tudni? Kiknek szól? Az Arany János kollégiumi program célja az úgynevezett sérülékeny tanulói csoportoknak az érettségihez, illetve a tehetségesebbeknek a továbbtanulásod egyetemre felvételére való juttatásának a biztosítása, mindez pedagógiai, szociális segítséget nyújtunk. A tanulók köre állami támogatott program jóvoltából ugye szűkített körül, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett tanulókat, az alacsony iskolai foglalkoztatású szülők gyermekeit, illetve az elégtelen lakó környezetben lakó tanulókat, illetve az árvasági ellátásban részesülő tanulókat tudjuk fogadni. Várhatóan egy kör még kibővül most a január 28-ai pályázati kiírás előtt, és akkor például az 5000 fő alatti településeken legalább egy évben egyszer támogatásban részesült szülők gyermekei is tudnak majd a programban részt venni. Egyrészt egyéni méréseket végzünk az előkészítő évfolyamon gimnáziumban és a kollégiumban is, illetve a kollégiumban a következő 4 évben is ezt biztosítjuk. Ez alapján egyéni fejlesztési tervek készülnek, és LCDL felkészítőket, LCDL vizsgát, jogosítványt támogatunk, nyelvoktatást, tehát nyelviskolába való járást, különböző korrepetálás, tehetségfejlesztő foglalkozásokra tudnak menni a tanulók, ugye akár a gimnáziumban is, akár a kollégiumban is ezeket meg tudjuk oldani. Külföldre és belföldre visszük őket ingyenesen kirándulni, színházba, moziba visszük el őket, tehát kulturálisan is ugye ezeket is mind el tudják sajátítani.